Aggasztónak tartják az utcán megkérdezett moszkvaiak az Alekszej Navalnyij ellenzéki politikus ellen hozott keddi ítéletet. A Kreml legelszántabb bíráluját ugyanis több mint 2,5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Az ítélet hirdetés után este 8 óra körül Moszkvában és Szentpéterváron is tüntetések kezdődtek. A rendőrség többeket őrizetbe vett, láthatóan minden nyilvánvaló ok nélkül. A hisztéria Alekszej Navalnyij meghallgatásával kapcsolatban elsöprő reagált az összecsapások hírére az orosz külügyminiszter. El van titkolva a társadalom elől, hogy azok a törvények, amelyek a demonstrációkat és tüntetéseket szabályozzák a nyugaton, sokkal szigorúbbak a hasonló orosz törvényeknél. A bíróság azzal indokolta, hogy letöltendőre változtatta a Navalnyijra eredetileg kirót felfüggesztett szabadságvesztést az úgynevezett ívrosi ügyben, hogy a politikus több alkalommal nem jelentkezett az előírt időpontban a felügyelő hatóságnál.